Felmentette a bíróság Molnár Gyulát és Lakos Imrét, a 11. kerület volt polgármesterét, alpolgármesterét és egy ügyvédet hivatali visszaéléssel vádoltak. Lakos Imre azt mondta, ez az első politikailag kiemelt ügy, amelyben jogerős ítélet született. Molnár Gyula pedig az ítélet hirdetés után bejelentette, elindul az őszi önkormányzati választáson. Optimistán mosolyogva beszélgetett Molnár Gyula és Lakos Imre a tárgyalás előtt a kúria folyosóján. Azzal vádolták meg őket, hogy 2006-ban az önkormányzat által megvásárolt területet pályáztatás nélkül értékesítették tovább. Bár az önkormányzat nyert a tranzakción és a közgyűlés is előre tudott erről, ők mégis a vádlottak padjára kerültek. Hivatali visszaélés büntetének vágya alól felmentünk. Csönd legyen, kérem! Mint órák múlva kiderült, Molnár Gyuláik optimizmusa nem volt alaptalan. A kúria szerint az őket másodfokon elítélő bíróság több hibát is vétett. Egyebek mellett egy olyan tanúval, aki már az állítólagos bűncselekmény elkövetése előtt 3 évvel távozott az önkormányzattól. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt 3 évben velünk töltötték ezt az időszakot. Ennek a szappanoperának immáron itt vége van. Majd arról beszélt, hogy az egész ügy politikai indítatású. 3 ítéletből 2 felmentő, 1 pedig marasztaló, akkor ez egy kétharmad, már pedig kétharmaddal bármit ebben az országban ugye meg lehet tenni. Lakos Imre a 11. kerület volt alpolgármestere, azt mondta, ez az első olyan politikailag kiemelt ügy, amelyben jogerős ítélet született. Mindkettőnk életéből 4 évet elvett az a rágalomhadjárat, amelynek nagyon sokan részesei voltak, mind politikai, mind ügyészségi oldalról. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember dolgozott azon, hogy minket emberileg, szakmailag, egzisztenciálisan tönkre tegyen. A rögtönzött sajtótájékoztató nem volt érzelmektől mentes. Molnár úr, könnyes a szemben. Ja, igen, csak a két felmentett politikus nem indít majd kártérítési pert. Molnár Gyula másként kíván visszavágni. Elindulok ugyanott, ahol mindez a dolog történt, a kerületben, és azt várom, hogy álljunk ki akkor egy nyilvános vitára, és beszéljük meg azt most már hamis vádak nélkül, hogy mi is történt az elmúlt 4 évben, mi az, ami történt az előző 8 évben. Azt kérem az ellenfelektől, hogy hagyják most már az ügyészséget, a rendőrséget és a bíróságot, álljanak ki igazi politikai vitákra. Molnár Gyula arra a kérdésre, hogy melyik párt színeiben indul az önkormányzati választáson, azt mondta, egy széleskörű összefogás támogatásával akar nyerni.